Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Régió Plus Televízió térségi, közéleti magazinját látják. Ízelítő mai témáinkból. Zavartalanul kezdte meg működését az aszódi és a gödöllői járáshivatal és a turai járási kirendeltség is. Az elmúlt héten a kormány megbízott munkalátogatást tett ezeken a településeken. Kiváló minősítést kapott a turai ifjúsági felnőtt néptánccsoport. Új alpolgármestere lett Gödöllőnek. január 1-ével 175 vidéki járási hivatal és 23 fővárosi kerületi hivatal kezdte meg működését. Pest megyében 18 járást alakítottak ki. Az aszódi járás illetékességi területéhez tartozik Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres és Verseg. A gödöllői járáshoz pedig Csömör, Dány, Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Vágszentlászló, Valkó, Veresegyház és Zsámbok tartozik. Dr. Tarnai Rihárd Pest megyei kormány megbízott sorra járta a járási hivatalokat, a szervezeti egységeket, találkozott a polgármesterekkel, illetve a hivatalokban dolgozó munkatársakkal is. Azt látjuk, hogy egy hete működnek a járások, és hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor azt tudom mondani, hogy most az a célunk, hogy senki ne érezzen semmit az átalakulásból. Év végén viszont mindenki, az itt élők közül mindenki, és nagyon sokat érzékeljen a változásból. Ugye ez mit jelent? Jelenleg az önkormányzatnál lévő, korábban az önkormányzatnál lévő állami feladatokat átvette az állam, tehát visszakerült a helyére, mint ahol 1983-ig egyébként volt is, a járásoknál az állami feladatok az államnál lettek, és az önkormányzattól pedig eljöttek. Ha ebből az átállásból nem éreznek semmit, sem a munkavállalók, sem pedig az itt élő emberek, akkor jól végeztük a dolgunkat, és e tekintetben nagyon pozitív tapasztalatokról tudok beszámolni, mind Gödöllő, mind pedig a szót tekintetében. Az év végével pedig létrejönnek a kormányablakok, ami azt jelenti, hogy ha önnek eddig mondjuk nyugdíjbiztosítási ügyet, OEP-es ügyet, vagy pedig más szakigazgatási szervhez tartozó ügyet, földhivatal, és itt sorolhatnánk ANTS, stb. Ügyet kellett intézni, akkor rengeteg hivatalba, rengeteg településre, vagy esetleg a fővárosba kellett utazni, de ezek év végével idejönnek az okmányiroda helyére, kormányablak formájában, egységes dizájnnal, egységes szervezeti rendszerrel az egész országban, magyarul az utazgatás megszűnik. És ebből viszont reméljük, hogy minél többet éreznek ebből a pozitív változásból az emberek. Most tehát kevés változást érezzenek, úgy gondolom ez jól működött, év végén pedig nagyon sokat érezzenek, egyre kevesebb időt kell ilyen hivatalos mindenféle ügyek intézésével foglalkozni. Gödöllő és Aszód tekintetében a járási vezetők kinevezésre kerültek még a tavalyi év végén, és megkezdték munkájukat. Itt szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatoknak, akik partnerek voltak abban, hogy az átállás ilyen zökkenőmentes legyen. Az ügyfelek azt tapasztalták, hogy továbbra is ugyanahoz a kollégához jönnek, ugyanolyan ügyeket intéznek, és semmi változás nem történt, és én beszélgettem itt ügyfelekkel, ahogy jártam ezeket a hivatalokat, és ők pont ezt mondták, hogy nem is tudták, hogy itt bármiféle változás történt, és ez így jól van. Év végén viszont, ha ugyanezek az okmányirodák felújítva, pozitív értelemben ügyfélkör bővüléssel fognak rendelkezésre állni, mert hogy több mint 2300 ügyet lehet elintézni, akkor azt mondják, hogy milyen jó, hogy nem kell még egy napot rászánnom, hogy elmenjek ide-oda-amoda más ügyeket intézni. No, tehát így áll a rendszer, és persze azért vannak problémák, amiket mi tapasztalunk így a kollégák munkavégzése kapcsán, ezek pedig megoldásra szorulnak. Szerintem az életben nincs olyan terület, ahol nincsenek problémák, azért vannak, hogy megoldjuk. Informatikai kérdések, az asztalt ide rakjuk, vagy oda rakjuk, a kolléganőnek innen legyen az ablak, vagy onnan legyen az ablak, lényegtelennek tűnő, de a mindennapi munkavégzés szempontjából fontos kérdések, és ezért szeretnék segíteni, és ezért minden egyes kollégával, akik most hozzánk kerültek, személyesen találkozom, és megkérdezem, hogy mondják el a kritikájukat, vagy a pozitív véleményüket, ami a lelküket nyomja. No, hát ezért vagyunk itt, és nem csak Aszód és Gödöllő tekintetében, hanem ugye ez a legnagyobb megyéje az országnak. 18 járási székhelyen kezdtük meg a működésünket. Ez azt jelenti, hogy egészen északon Szobon is, tehát a Börzsöny is ide tartozik, és mondjuk Nagykőrös, a legdélebb rész, ugye közvetlenül Kecskemét mellett, még szintén Pest megyei járás.
És hát ezeket a járásokat járom végig, nem kímélve sem a kollégákat, sem magamat. Az Aszódi Járáshivatal vezetői posztjára dr. Szebenyei Zsoltot nevezték ki. Arra kértük, hogy röviden mutassa be magát. Korábban már több évet eltöltöttem a közigazgatásban is, a privát szférában is dolgoztam, tehát ügyvédként, előtte és utána is a közigazgatásban vezető pozícióban is voltam. Itt a térség közelében Gödöllön vezettem a földhivatalt körülbelül 2 évig, és ez idő alatt sikerült megismernem a térséget. Hát, hogy járási hivatal vezetőnek kikerül, itt nem csak a szakmai alkalmasság, hanem mivel minden vezetőállás egy bizalmi állás is, így természetesen ennek is meg kellett felelni. A szakmai elbeszélgetések során azért az ember személyiségére is kíváncsiak, hogy mennyire alkalmas, meg képes egy ilyen nagy horderejű feladat elvégzésére, illetve új kollégáknak az új rendszer beállítására. Ez több alkalommal megtörtént, különböző szinteken a megbeszélés, és a Pest megyei kormányhivatal kormány megbízott ura döntött afelől, hogy az én nevemet terjeszti föl a miniszter úrhoz a jelöltek listáján az Aszódi járás élére. Hogy alakul ki a hierarchia most, tehát ebbe az új járási rendszerben, tehát a polgármesteri hivatal és a kormányhivatal között, hogy működik ez most? Alapvetően el kell különíteni azokat a feladatokat, illetve hát korábban is papíron ezek el voltak különítve, hogy voltak az államigazgatási ügyek és voltak az önkormányzati ügyek, és most egy tiszta képlet alakul ki ebben a közigazgatási rendszerben, mert az államigazgatási ügyek leválasztásra kerülnek a jegyzőktől, illetve hát a polgármesterektől, és kifejezetten azok az ügyek kerülnek a járásokhoz, amelyek egységes jogi szabályozás alá kerülnek, és amelyeket az ország minden egyes részében, ugyanazon jogszabályi környezetben, ugyanazon metódus alapján, és ugyanolyan módon kell az ügyfelek felé elvégezni, illetőleg szolgáltatni. Ennek nagy jelentősége van az ügyfelek egyenjogúsága vonatkozásában, de a másik lényeges dolog ebben a kérdéskörben, hogy az önkormányzatok, a jegyzők, a polgármesterek még megalapozottabban és hatékonyabban tudnak, eddiginél is hatékonyabban tudnak a helyi ügyekkel foglalkozni. Nagyon nagy számú volt az a feladat, amit el kellett látni. Több mint 6000 feladat van, különböző hatáskörök voltak. Most ebből 2500 leválasztásra került, de így is meg szép számmal maradt. Tehát ebben a feladat megosztásban látni kell, hogy a járások elkülönülnek az önkormányzatoktól. Hierarchikus kapcsolat a járási hivatal vezető és a polgármesterek és a jegyzők között nincsenek. Mindenkinek más és más feladata van, de az nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan feladatkörök, amelyben szükséges lenne a közös munka. Tehát a járási hivatal vezető nem felettese a jegyzőnek, nem felettese, nincsen szolgálati hierarchikus viszonyban a polgármesterekkel. Szakmai, a feladat megvalósítása, vannak közös feladatok, amelyeknek a megvalósításához a járásnak is tenni kell, illetve az önkormányzatnak, meg a polgármestereknek is tenni kell, tehát szükséges közösen együtt dolgozni. Az ilyen nagyon szoros együttműködést jól szimbolizálja talán a Helyi Védelmi Bizottság. Ugye korábban ez megyei hatáskör volt, és most a Helyi Védelmi Bizottság elnöke a járási hivatal vezetője. De ebben a Helyi Védelmi Bizottságban fontos szerepe van a polgármestereknek is. Tehát ez egy olyan emelkedően fontos a járást illetően, mind a honvédelmi igazgatás, mind a katasztrófavédelmi feladatok tekintetében olyan szoros együttműködést igényel. Ez mutatja azt, hogy együtt kell dolgozni, de alapesetben a járások függetlenek az önkormányzatoktól, illetve az önkormányzatok függetlenek a járásoktól. Január 1-ével elindult az Aszódi Járási Hivatal turai kirendeltsége is.
Helyileg hol található ez a kirendeltség? A polgármesteri hivatalban található, úgy, mint korábban a ügyintézés helyen. Gyakorlatilag semmi nem változott, gördülékenyen, folyamatosan történik a munkavégzés. Január 2-án a lakosság semmit nem vett abból észre, hogy most itt járási dolgozó végzi, vagy a korábbi önkormányzati dolgozó végzi ugyanazt a feladatot. Milyen ügyekkel fordulhatnak a kirendeltséghez? Hát alapvetően két ügytípus, egyik az okmányirodai ügyintézés, ott a teljes skálát felölelően, a másik pedig a gyámügy. Alapvetően a járási feladatok közé most ez a kettő tartozik, és mivel Tura a Galgamente legnagyobb települése, ezért mindenféleképpen azt indokolta, hogy egy kirendeltséget tudjunk üzemeltetni, illetve a járást tudjon üzemeltetni Turán. Külön szeretném megköszönni Tóth Gábor országgyűlési képviselőnek és Szebenyei Zsolt úrnak, aki ezt számunkra lehetővé tette. Vagon és Galgamácsán járási hivatali ügysegédek fogják tartani a kapcsolatot a lakossággal. A járási hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatal által biztosított előirányzatok felett a kormány megbízott által meghatározott feltételek szerint gazdálkodásában önállóan rendelkezik. A hivatal vezetőjével arról is beszélgettünk, hogy ezt a viszonylag nagy lélekszámú járást hány ügyintéző fogja kiszolgálni. Hát a hivatal, járási hivatal létszáma, az engedélyezett létszám 40 fő. Ebbe a törzshivatal létszáma is magába foglaltatik, meg a szakhatóságon dolgozó kollégák is. Építésügyi szakhatóság az aszodi járási hivatalban nincs. Az építésügyi szakhatósági feladatok ellátásához szükséges létszámot úgy tudta megoldani a megyei kormányhivatal, hogy a kialakítandó építésügyi szakterületre létszámokat csoportosított át. Ugye a járási hivatalból 9 álláshely átkerült az építésügyi szakhatósági területre. Jelenleg 30 fő lenne az a létszám, amivel el tudnánk látni azt a nagy feladatot, amit közel 40 ezer ember igényeinek az érdekében kéne és kell is kifejteni. De jelenleg ez a létszám is fejlesztés alatt áll, mert korábban, amikor megkötötték a kormányhivatallal a települések, a megállapodásokat, volt olyan település, ahonnan csak üres álláshelyet tudtak felkínálni a járási hivatal létrehozásához. Jelenleg is van betöltetlen álláshely, és ennek érdekében, hogy ez minél hamarabb feltöltése kerüljön, és a járási hivatal munkáját még hatékonyabban tudja végezni, ehhez szükséges intézkedéseket megtettem. Tarnai Rihárd kormány megbízott hozzáfűzte, hogy a munkatársainak adott esetben több munkafolyamatot is el kell tudni végezniük, ezért a későbbiekben továbbképzéseken kell majd részt venniük. Mi nem azért dolgozunk itt, és nem azért kapjuk a fizetésünket önöktől, adófizető állampolgároktól, hogy a mi kényelmünk biztosítva legyen, hanem azért kapjuk a fizetésünket, mert szolgáltatást végzünk, mert önök, akik az adót fizetik, és adót fizetjük közösen, joggal várhatják el azt, hogy megkapják a pénzükért a legmagasabb szintű ellátást. Tehát nézze, hogyha ha egy magáncégnél dolgozik valaki, akkor hát ott aztán tudjuk, milyen viszonyok vannak, és ott kőkemény követelmények vannak. Igen, hogyha a kollégáinknak ezért plusz tanfolyamot kell végezni, és lássuk be, jó hírrel nem tudtam szolgálni a kollégák fele, több munkát kell végezniük, akkor ezt el kell végezzék, és ráadásul a pénz tekintetében is ezért nem fognak több lehet juttatást kapni, hanem valóban az eddigi talán kicsit kényelmesebb munkatempó fog megváltozni. Mi, akik 2 évvel ezelőtt ezt az átalakítást elkezdtük, nekünk is furcsa volt a legelején, és belejön az ember. És még egyszer mondom, mindennek az alapja az az, hogy az adófizetők, a tévénézők fizetnek, és a fizetésért a legmagasabb szintű ellátást kapják meg. Hát ezt igyekszünk megvalósítani minél magasabb szinten. A járási hivatalok kizárólag államigazgatási ügyeket vesznek át, nem önkormányzati feladatokat.
Ennek alapján a járási hivatalokhoz kerülnek főszabály szerint a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási, valamint a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi, körzeti, városi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat és hatáskörébe tartozó ügyek. A járási hivatalhoz kerülnek még a gyámügyi igazgatási, közlekedés-igazgatási, hadigondozási, kereskedelmi engedélyezési, illetve a jelenleg jegyzői hatáskörben ellátott idegenrendészeti feladatok. A járási hivatalok szervezetébe kerülnek az okmányirodák is, emellett a járási hivatal szakigazgatási szerveinek ügyfélszolgálati kirendeltségei is, mint például a földhivatal, a nyugdíjbiztosító, valamint a munkaügyi kirendeltség. Bár még csak pár napja dolgozik a hivatalában, de hogyan látja, együtt fog tudni dolgozni az itteni csapattal, és hatékonyan fognak tudni dolgozni? Hát nem csak, hogy együtt fogok tudni dolgozni, de kölcsönösen egymásnak bizalmat nyújtottunk, vagy bizalmat adtunk. Nagyon kedvesek voltak a kollégák, nagyon befogadók, és én úgy látom, hogy minden kollégát nagyon, nagyon érdekli ez, és nagyon határozott szándékkal vannak az irányába, hogy ez az egész járási rendszer, ez ne csak, hogy elkezdje a működését, hanem ez hatékonyan tudjon működni. Tehát itt kora reggeltől késő estig vállalnak munkát a kollégák. Ugyanam egy hivatal kialakítása azért sok improvizálást igényel, és a kollégáknak a leleményessége sok probléma átitalásában azért megoldást jelent. Partnereim a kollégáim, és én ezúton is köszönöm nekik azt a bizalmat, amit felém nyújtanak. Ez a bizalmi viszony nem csak a kollégákkal kapcsolatban áll fenn, hanem a járás területéhez tartozó települések vezetői részéről is. Ezeknek az embereknek különösen nagy munkája és jelentősége volt abban, hogy Aszódon járásközpont jöhetett létre. Az összes településvezetőnek és a térség országgyűlési képviselőjének ebben kiemelkedően fontos munkája volt. Ezzel a nagy munkával sikerült elérniük azt, hogy hogy Aszódon önálló járás jött létre, hogy nem kell olyan messzeségbe eljárni, ügyet intézni, mint például Gödöllő, mert ugye az eredeti elképzelés szerint egy nagyon nagy járás jött volna létre, de az előbb említett településvezetőknek és az országgyűlési képviselő úrnak igen hathatos közreműködése volt annak érdekében, hogy a térségben lévő, a járásban lévő települések állampolgárai úgymond komfortosabban tudják elintézni azokat az ügyeiket, amelyek a járáshoz tartoznak. Az interjú során többször elismerően nyilatkoztak Tóth Gábor országgyűlési képviselő szerepéről az Aszódi Járási Hivatallal kapcsolatosan. Arról kérdeztük, hogy miért tartotta fontosnak, hogy Aszódváros is járásközpont legyen. Az én részemről nem lehetett kérdés, hogy amennyiben a járási rendszer újraindul Magyarországon, akkor a 400 éves hagyományokkal rendelkező Aszódi járásnak ismételten fel kell állnia, hiszen szép emlékű szocialista korszakban vitték el Aszódtól ezt a jogot, és vált Pest megye Szabolcsává és Gödöllő hátsó udvarává. Én úgy gondoltam, hogy a Galga mentén élő embereknek legyenek ezek szlovákok, ruszinok, tótok, bármilyen nemzetiségűek, egységesen jár az, hogy a saját dolgaikat itthon és helyben tudják intézni. Tehát ez nem lehetett részemről kérdés. Szinte napi kapcsolatban vagyunk a járási hivatal vezetőjével, és minden olyan dologban, legyen ez technikai, vagy éppenséggel szervezési és egyéb dolog, úgy hiszem, hogy ennek a járási hivatalnak egyik babysittere, ha mostani szlogennel akarnék élveként, igyekszem minden, akár azzal a kétkezi munkával is, hogy az éppen lógó tapétát, ami az átadott helyiségben imitam ott azért látszódott, ezt azért segítettem leszedni, sőt még söprőt, meg lapátot is hoztam Bagról, ahol polgármesterként ténykedem, hogy segítsük a felálló járási hivatalt műszakilag, meg technikailag is elindulni. Ön, mint polgármester, a környező települések polgármestereivel együttműködésben vannak-e a tekintetben, hogy itt a járási hivatal jól működjön?
Én törekszem erre több-kevesebb sikerrel. Úgy gondolom, hogy a legtöbb polgármester úrnak elemi érdeke, hogy ez a hivatal a létező leggyorsabban felálljon és működjön, és szolgálja az állampolgárokat, hiszen ezáltal róluk vesz le terhet és nem keveset, mert egyébként az állampolgárok a saját önkormányzataiknál próbálnák, vagy próbálják intézni a dolgaikat, ha a járási hivatal, aki erre van akkreditálva, nem tud elindulni. Tehát én úgy hiszem, hogy ez mindenkinek jó felfogott érdeke. Némi kis apróbb nyuansznyi differenciák akadnak, azokat pedig próbáljuk menet közben kezelni. Bár a megyében mindenhol sikerült fennakadás nélkül elindulni, a hivatalvezető elárulta, hogy a munkatársaival együtt sokat dolgoztak azon, hogy ez az átállás zökkenőmentes legyen. Önnek, mint hivatalvezetőnek mi a konkrét feladata itt a járásban? A járási hivatalnak a megszervezése. Tehát az első időkben nagyon fontos, hogy úgy szervezzem meg a járási hivatalt, hogy menet közben működjön is. Tehát a struktúrát is ki kell alakítani, a feladatokat kollégákra telepíteni, meghatározni a döntési jogköröket. Ezen tehát feladatok mellett kell nekem biztosítani a folyamatos működést. Mert december végén az utolsó nap is működött például az okmányiroda, de január 2-án ugyanúgy ki kellett nyitni, és ugyanúgy kellett folytatni az okmányirodának a működését, mint hogyha ha semmi különösebb dolog nem történt volna, csak az ünnep telt el, de ez már egy más, úgymond cégnév alatt történik. Tehát a folyamatos működés biztosítása mellett egy hivatali struktúrát kell kialakítani. Nagyon nehéz munka, de ebben nagyon sok segítséget kapok a kollégáktól. A mindennapi munkák mellett fog-e találkozni a térségnek a polgármestereivel, illetve jegyzőivel? Mindenképpen szeretném az összes települést bejárni, amelyek a Aszódi járás illetékességi területéhez tartoznak, és a települések vezetőivel is szeretnék szűkebb körben találkozni. Módon volt már a település vezetőkkel egy társaságban rövidebb időt eltölteni, amikor az aszódi polgármester úr bemutatott az érintett települések vezetőinek és a leendő kollégáimnak. Ezt követően én egy-két településre eljutottam, túrára mindenféleképpen el kellett mennem a kirendeltség miatt, hogy megnézem a járási hivatalhoz tartozó hivatali helyiséget, és a sok feladat mellett, ugye itt nálam óráról órára változnak azok a feladatok, amiknek eleget kell tennem a megyei kormányhivatal felé is. Épp ezért nekem nagyon nehéz összeegyeztetnem olyan időpontot, amikor én fixen tudom mondani azt, hogy már pedig ezt a települést meg fogom látogatni, de itt az elkövetkezendő egy-két héten belül szeretném az összes település vezetővel fölvenni a kapcsolatot és a közös feladatokról egy mérehatóbb megbeszélést, az együttműködés lehetőségeiről egy eszmecserét folytatni. Természetesen ez nem csak a járási hivatal megfelelőségének az érdekében, hanem az adott településen élő állampolgárok igényeinek maximális kielégítése érdekében történik. Az aszódi járási hivatal a helyi polgármesteri hivatal földszintjén kapott helyet, az ügyfélfogadás rendje igazodott az Aszódváros és a Turaváros polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjéhez. Gödöllőn az év első rendkívüli testületi ülésén titkosszavazáson 12 igen és 2 nem szavazattal Pece Dánielt, a 3-os számú választókerület képviselőjét választották meg alpolgármesternek. Minden Gödöllőhöz köt. Ennyit tudnék elmondani. Én 1977-ben Gödöllőn születtem. Én ide jártam bölcsödébe, óvodába, általános iskolába, gimnáziumba is, és egyetemet is itt végeztem, a Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet Ángyán József professzor úrnál. És egyből az egyetem elvégzése után
itt helyezkedtem el a polgármesteri hivatalban, polgármesteri irodán, akkor alpolgármesterként működő dr. Fábián Zsolt vett maga mellé, ha úgy tetszik, és a titkárságon kezdtem el dolgozni 2001-ben egészen 2006-ig, amikor sport és közbiztonsági referens lettem, 2010-ben pedig az önkormányzati választásokon a Gödöllői Lokálpatrióta Klub színeiben a Blahai körzet önkormányzati képviselője lettem az emberek bizalmából. Az önkormányzati képviselői munka mennyiben lesz másabb most alpolgármesterként? Valójában ugyanaz lesz, ugyanúgy azokért az emberekért tartozom, akik engem megválasztottak, tehát elsősorban a blahai emberekért fogok ezek után is dolgozni. Természetesen a képviselőtestület és polgármester úr bizalmából alpolgármesterként is tevékenykedem, és a város ügyeit is intéznem kell azokon a területeken, amelyekkel megbíztak. Úgy szoktam mondani ezt a blahaiaknak, hogy alapvetően az ő érdekeiket képviselem, de vannak városi érdekek, amik nem csak egy körzetnek az úgynevezett érdekei, hanem összvárosi szinten kell figyelnünk és figyelembe vennünk. Tehát természetesen ezt így fogom ezek után is tenni. A alpolgármesterként pedig polgármester úr a humán területek felügyeletével bízott meg, ez sport, kultúra, oktatás, a népjólét és szociális ügyek, a civil szektor egy része, ezt mostani alpolgármester úrral, Tóth Tiborral közösen visszük, ez egy ilyen kevert terület. Így alpolgármesterként mit gondol, jobban tud majd lobbizni a sporttevékenységekért, a kulturális tevékenységekért itt Gödöllőn? Eddig sportügyi tanácsnok voltam, 2010 és 12. december 31 között. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy önkormányzati képviselőként egy személyben vittem a sportügyeket. Én azt gondolom, hogy eredmények vannak. Köszönhető ez természetesen a társasági adós pályázatoknak, köszönhető ez annak, hogy a sportszövetséget létrehoztuk 2011-ben, és itt próbáljuk összehozni az összes gödöllői sportegyesületet és az érdekeiket képviselni az önkormányzat irányában, és nyilván köszönhető az összes sportembernek, aki a város sportjában dolgozik, mi sportemberek vagyunk, ez nem politika, ez sport a szó nemes értelmében. Én ugyanilyen sportszerűen szeretném a munkámat végezni alpolgármesterként. A sportért nyilvánvalóan jobban tudok lobbizni. Ez köszönhető annak is, amit a nevem mögé tettek titulust, de ez csak egy megszólítás. Igazándiból én ugyanaz maradtam, ugyanazokkal a kapcsolatokkal, ugyanazzal a belsővel, és ugyanazzal a szeretettel, amivel a sport és az emberek irányába fordulok. Egy dolog biztos, sokkal több feladatom lesz, tehát valószínűleg kevesebb idő jut a sportra, de ezt szépen azért megoldjuk, jönnek be a rendszerbe új emberek, akik segítenek ennek a munkának az elvégzésében. Ön az eddigi munkájában mit tart sikertörténetnek? Sportügyi tanácsnokként nyilván a sportfejlesztéseket, de alapvetően a legsikeresebb program az a 2011 őszén bevezetett sport- és egészségnevelési program. Ez alapvetően az önkormányzati iskolákban elinduló mindennapos testnevelést jelenti, de azért adtunk ennek a programnak ilyen komplex nevet, mert minden összefügg mindennel. Az, hogyha mi 5 testnevelés órát tartunk meg az általános iskolás gyerekeknek, az későbbiekben hatással lesz az egész életükre, nem csak azoknak, akik versenysportolók lesznek, hanem azok is, akik egyébként egészséges emberek ezáltal, illetve hogyha ő megszokja, hogy naponta mozog, akkor neki a későbbiekben, felnőtt korában is igénye lesz a mindennapos mozgásra, tehát ennek a feltételeit nekünk a későbbiekben biztosítani kell, azaz a szabadidő sportot is ki kell szolgálni, és azért egészségnevelési program, mert sport nélkül nincs egészség, és egészség nélkül nincsen sport gyakorlatilag. 2011 őszén indult el a program, ahogy említettem. Ez az önkormányzati, 4 önkormányzati iskola
első három év folyamába került bevezetésre. Itt a plusz órákat az önkormányzat finanszírozta a testnevelő tanároknak és a tanítónőknek. Ez körülbelül olyan 2000 gyereket érintett első körben. Az idei tanévtől pedig ugye kötelező az első ötödik évfolyamban a mindennapos testnevelés, mi pedig ugyanúgy a köztes három évfolyamot finanszírozzuk, tehát a második, harmadik, negyedik évfolyamnak a mindennapos testnevelés óráját. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Gödöllőn az elsőtől ötödik évfolyamig minden gyerek minden nap testnevelés órán vesz részt. És ez nagyon fontos hangsúlyozni. A lényeg itt a testnevelés óra. A programnak egyébként neve az edzés elvű testnevelés oktatás, ami azt jelenti, hogy nem testmozgás, tehát kimegyünk a parkba és sétálgatunk, hanem odafigyelünk a tartalomra. Mert gyakorlatilag, hogyha mi a ötször csinálunk idézőjelbe semmit, az gyakorlatilag annyit is fog érni. Hogyha belenyúlunk a tartalomba, és edzés elvek alapján oktatjuk a testnevelést, akkor gyakorlatilag el fogjuk érni azokat az eredményeket, ami egyébként ennek a programnak, nagyon helyesen, amit a kormányzat elindított, a lényege lesz. Még egy dolog, tanítónők is tartanak testnevelés órát. Mi elkezdtük a tanítónők továbbképzését. A tanítónők nagyon-nagyon jó alapok idézőjelbe, és nagyon jó alapot szolgáltatnak erre a programra, kitűnő pedagógiai érzékkel, arról nem tehetnek, hogy soha senki nem mutatta meg nekik, hogy hogy kell megtartani egy testnevelés órát. Mi most ezt megtettük, és nagyon-nagyon-nagyon jók az eredmények. Ahogy említettem az előbb, nyilván azt gondoljuk, hogy egészséges gyerekek jönnek ki a rendszerben, az iskolából majd a későbbiekben, és az élsport is profitálhat belőle, hiszen a Gödöllőn kiemelten támogatott, illetve nem csak a kiemelten támogatott, hanem az egyéb sportágak, alapsportágak képviselői bemehetnek és be is mennek a testnevelés órákra, ők tartanak testnevelés órákat, ez gyakorlatilag egy olyan 8-10 sportág. Az alapképzésnek a lényege az 1-től 4. évfolyamig, az gyakorlatilag az, hogy úszás, atlétika, ritmikus gimnasztika, torna és tánc oktatásban vesznek részt a gyerekek, tehát nekik gyakorlatilag meg lesz az alapképzettségük bármilyen sportágra. A labdás sportágak képviselői, amely a mi esetünkben, tehát Gödöllőváros esetében labdarúgás, futszál, röplabda, kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz, tehát a labdás sportágak képviselői a későbbiekben lépnek be a rendszerbe, a negyedik évfolyamtól fölfele, és ők ott adják le a sportág specifikus mozgási anyagokat. A versenysport profitálhat ebből, én azt gondolom, és már vannak is jó visszajelzések, tehát egy nagyon jó alappal rendelkező, minden sportágban helyt álló gyerek lesz az, aki a rendszer végén kijön, és a versenysportnak, ahogy mondtam, alapot szolgáltat. Ez egyébként az amerikai minta, ott elképzelhető az, és nem is ördögtől való dolog, hogy Marion Jones például kosárlabdázóból atlétikában nyert olimpiai bajnokságot. Ő, ahogy az előbb említettem, kosárlabdázó volt az iskolában. Ehhez az egész programhoz szükséges volt egy létesítmény fejlesztésre is. Hiszen, ha azt vesszük alapul, hogy a testnevelés órák száma megkétszereződött szinte, akkor józanul végiggondolva tudhatjuk azt, hogy a jelenlegi tornaterem helyzet nem szolgálja ki a programot. Éppen ezért 2011-ben a programmal párhuzamosan, illetve ennek egy harmadik lábát, tehát iskolai sport, versenysport és létesítményfejlesztés kialakítottuk. A társasági adós pályázatoknak köszönhetően most realizálódik az, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskolában márciusban elindul a tornaterem bővítése. Emellett a Török Ignác gimnáziumban most valószínűleg a tavaszi szünetben a Gödöllői Röplabda Klub révén egy vadonatúj padló kerül elhelyezésre, és itt ezáltal sokkal jobb körülmények közt sportolhatnak majd a gyerekek. Bővül a Gödöllői Sportcentrum még egy nagyméretű műfüves pályával, és
be van adva egy pályázatunk az Erkel Ferenc Általános Iskola mellett a jelenleg salakos teniszpályaként elhíresült területre, egy kisvárosi sportcsarnokra. Tehát gyakorlatilag komplexen próbáljuk kezelni a helyzetet, és nyilvánvalóan ezek a létesítményfejlesztések a délelőtti órában, mondjuk délután 4 óráig az iskolai testnevelést és iskolai sportot szolgálják ki, a 4 óra utáni időszakban pedig a városi utánpótlás, felnőtt és szabadidő sportot. Ezáltal válik egy létesítménynek a kihasználtsága teljessé, az üzemeltethetősége nullássá, hiszen azt lehet mondani, hogy a nap 16 órájában használják, és van benne komoly eredmény, ilyen egyébként az iskolai testnevelés is. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez a legkomolyabb eredmény, amit elérhettünk. Engem polgármester úr 2010-ben a sportügyek intézésével bízott meg. Gyakorlatilag, ahogy mondtam, a sportszövetség létrehozásával, a iskolai sportprogrammal és a létesítményfejlesztéssel nagyon komolyat tudtunk alkotni, és nem álltunk meg, hiszen most tavasszal kerül újra beadásra a gödöllői uszoda program a vízilabda szövetséghez. Jók az előjelek, hiszen a szakmai összefogója a programunknak Kiss Gergely, háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázó. A következő év, illetve az idei év, most már mondhatom így, nagyon nagy feladata az, hogy elindítsuk a regionális sportiskola kezdeményezésünket, ami azt jelenti, hogy ezt a iskolai testnevelésre vonatkozó edzéselvű programot elvinnénk gödöllői járás többi iskolájába, nyilvánvalóan együttműködve az új tankerületi igazgató úrral, és ennek a programnak kapcsán az általam említett és Gödöllőn prioritást élvező sportágokban a 10 éves kor után lenne egy kiválasztás, és a legtehetségesebb gyerekek pedig bekerülnének ebbe a gödöllői regionális sportiskolába. Egyeztettem az adott sportágak főtitkáraival, elnökeivel, mindenhol nagyon jó a fogadtatása a kezdeményezésnek és az ügynek. Azt gondolom, hogy ez a program, ez a regionális sportiskola kezdeményezés az idei évben nagyot léphet előre, számítunk nyilvánvalóan társasági adós kedvezményekből lehívható pályázati pénzekre, kormányzati segítségre, és azt gondolom, hogy nem kell bemutatnunk Gödöllőváros polgármesterét. Gémesi György úr eléggé nagy hírben álló sportember, neki is nagyon szívügye ez a dolog. A vívást ugye nem említettem, direkt a végére hagytam, tehát gyakorlatilag a vívással egészül neki ez a regionális sportiskola program az előbb említett 7 sportág mellett egyébként. Milyen közelebbi és távolabbi tervei vannak? Gondolok itt az infrastruktúra építésre, a város marketing, a kerékpáros barátváros kialakítása. Ahogy említettem, a civil szektor egy kevert terület, nem csak a Tóth Tibor alpolgármester úrhoz vagy hozzám tartozik. Ilyen például az előbb említett kerékpáros barát város program is. Ez tisztán az alpolgármester úrnak a kezdeményezésére jött létre, és ő is viszi ezt a programot. Alpolgármester úrhoz tartoznak a gazdasági, a fejlesztési és település üzemeltetési kérdések, de nyilvánvalóan, amit említett a városmarketing és ezek a területek, ezeket közösen kell építenünk. Nyilván azokon a területeken, azokat a területeket illetően, amelyikért én vagyok a felelős, sem egy személyben fogok dönteni, de alapvetően hozzám tartoznak. Ilyen a sport. Ez eddig is működött, ezek után is a továbbiakban, ahogy említettem, így fog menni. A kultúra tekintetében nagyon jó dolgom van, hiszen a Művészetek Háza felújítása, átépítése kapcsán, és a Kovács Balázs igazgató úr áldásos tevékenységének köszönhetően a kulturális egyesületek kaptak helyt a Művészetek Háza felújított épületében, és ezt a 30+1 éves ünnepség is nagyon jól mutatta, hogy milyen jól működik
az a rendszer, amikor két kultúra és egyesület lehetséges, hogy teljesen más stílust képviselnek, együtt dolgoznak, és közös produkciót adnak elő. Ez azt jelenti, hogy sokkal több lesz az új produkció, mint hogyha a két egyesületet vagy azt az erőt egymás mellé tennénk. Tehát ezt a munkát fogjuk tovább vinni. Az igazgatóra már hosszú idő óta egyeztetünk, belefolytam a kulturális tevékenységekbe. Mondom még egyszer, ez egy nagyon jó terület, hiszen azért nagyon jó előkészített, és nagyon sokat dolgozik az igazgatóúr ezzel. Ezeken túl a szociális ügyek, amit említettem, a népjóléti szociális ügyek, amelyek hozzám fognak tartozni, el fogunk indítani az idei évben egy társadalmi felzárkóztatási programot. A körülöttünk lévő gazdasági környezetnek köszönhetően egyre többen kerülnek sajnos abba a helyzetbe, hogy nem tudják a mindennapi életfeltételeiket biztosítani, akár önhibájukon kívül is. Őrajtuk kell segíteni. Gödöllőn megvan az a tehetős réteg, akiket lehetne bevonni ebbe a programba. Nyilvánvalóan nem lesz könnyű. Az egyik ilyen program kezdeményezés lesz majd a ruha és élelmiszer újraosztás, a másik pedig egy úgymond mezőgazdasági program, amelyik egy önmagunk számára megtermelést indít el. Ezt az egyetem képviselőivel kezdtük el egyeztetni, és ez egy ilyen nagy közös összefogás lesz, amelyben benne lesz az egyetem, az önkormányzat és az egyházak, valamint a civil szervezetek. 2010-ben, mint ismeretes, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub jelöltjei ismételten bizalmat kaptak az állampolgároktól. Arról kérdeztük az alpolgármester urat, hogy ő miben látja a klub sikerét. Az embereknek én azt gondolom, hogy egyre inkább elegük van abból, hogy különböző politikai irányokat kövessenek, főleg helyben, ez településpolitika. Én azt szoktam mondani, hogy nekünk azért nagyon jó a helyzetünk, mert mi nem tartozunk úgymond senkinek sem elszámolással, csak egy irányba. Azok pedig az emberek, akik megválasztanak. Nekünk nem kell fölülről jövő politikai utasításokat, elvárásokat végrehajtani. Mi egyes-egyedül a bennünket megválasztó és nem megválasztó, tehát az itt élő embereknek az érdekeit kell, hogy figyeljük, és gyakorlatilag az ő érdekeiket kell védenünk és szolgálnunk. Ez egy szolgálat gyakorlatilag. És ezt nagyon-nagyon komolyan gondoljuk, és azt gondolom, hogy ez 2010-ben látszódott is a választási eredményeken. Az emberek, hogy úgymond átlátnak a szitán, és tudják, hogy mi a valódi érték és a valódi eredmény, és tudják azt, hogy mi nem az. Mi nekünk nincs takargatnivalónk, mi mindig őszinték vagyunk, mi gyakorlatilag azt tesszük, ami a szívünkből innen belülről jön. És ezek nyilván ilyen magasztos és ilyen közhelyesnek tűnő szavak, de ez valóban így van. És azt gondolom, hogy ezt az emberek látják, és ezt fogjuk a továbbiakban is képviselni, erre számíthatnak tőlünk. Alig több mint egy éve működik Turán egy ifjúsági felnőtt néptánccsoport, akik méltán lehetnek büszkék magukra, hiszen az elmúlt év novemberében Muharai Elemér Népművészeti Szövetség szervezésében Bonyhádon megrendezett minősítőn legfiatalabb csapatként kiválóra minősültek. A csapat vezetőivel, Szokolik Szabolcsal és feleségével, Szokolik Melindával beszélgettünk a kezdetekről, a minősítő versenyről, illetve a jövőbeni terveikről. Én Bagról érkeztem, ott kezdtem el táncolni 7 éves koromban, talán nagyszülői unszolásra, de ez úgy látszik, hogy sikerült, és mostanáig kitart ez az unszolás. Ott, illetve Bagon kezdtem el a hagyományőrző együttesbe táncolni, Iglói Éva és Széphalmi Zoli keze alatt, utána pedig a Gödöllő Tánc Együttesbe folytattuk ezt a tevékenységet, ott vár, mint asszisztensek és koreográfusok is munkálkodtunk. És ezután jött egy évvel ezelőtt ez a turai felkérés, és kipróbáltuk, hogy milyen az, amikor egy új saját csoportot indítunk el és vezetgetünk. Igen, én is a pályafutásomnak a nagy részét Gödöllőn töltöttem el, előtte még a Martonvásári Együttesben táncoltam, de már a felnőtt koromat azt itt a Gödöllő Tánc Együttesben töltöttem, és hát végül is ott kezdődött a közös munkánk is tulajdonképpen. A minősítő versenyen milyen szempontok alapján döntött a zsűri?
mindig pontozással dönti el a zsűri a megfelelő bírálatot. A minősítések azok vagy nem minősül valaki egy bizonyos pontszám alatt, vagy jól minősül, vagy kiválóan minősül. Hát mi a kiválóan minősült kategóriába estünk, mert hogy nagyon-nagyon szép pontokat kaptunk, és a szempontok azok mind a koreográfiára, az öltözködésre, a hajviselettől kezdve tényleg a viselkedési módig pontozásra került, valamint azt, hogy ezt a hagyományt milyen minőségben elevenítettük fel, ezt a fonós hagyományt, tehát próbáltunk munkafolyamatokat a színpadra vinni, úgy, mint a fonást, varrást, hímzést, és belevittünk olyan játékokat is, amiket annak idején az ott szórakozók játszottak tulajdonképpen a fonóban. És ehhez pedig nagy segítséget kaptunk az itteni idős asszonyoktól, akiket hát úgymond meginterjúoltunk erről, hogy mégis mondják el az ő élményeiket. És hát ezt tudtuk úgy a színpadra vinni, hogy ezt is mind szempont tudták ilyen szépen minősíteni. És nagyon örültünk neki, hogy pozitív volt a visszajelzés, és tulajdonképpen azt mondták, hogy mint egy éves együttes, már nagyon magasra tettük a mércét, amit meg is ugrottunk, úgyhogy hál' Istennek ezt elvárják tőlünk a továbbiakban is, úgyhogy mindenképpen megmutatkozunk majd az elkövetkezendő minősítőkön is. Milyen táncokat adtatok elő? Hát a hagyományőrző minősítő mindenki a saját falujának a táncát táncolhatja, csak ez egy kiírás, úgyhogy turai táncokat adtunk elő, egy fonós koreográfiát mutattunk be, az én téli hagyományos fonó volt, végülis a hagyomány körbe tartozó kis összeállítás volt. A csapat tagjai között milyen korosztályú fiatalok vannak? A gimnazista korosztálytól egészen a felnőttekig, tehát van, akinek az anyukája is jár például táncolni hozzánk, hál' Istennek, úgyhogy sikerült egy széles palettát megszólítani és ide vonzani. Ez hatalmas eredmény, amit elértetek, hiszen még csak egy éve működtök itt Turán. Ilyen jól álltak a fiatalok itt a néptánchoz? Hát hál' Istennek a helyi anyagot azt azért nagyon-nagyon jól tudták, mert sokan rendelkeznek táncos múlttal. A többiek pedig igen fogékonyak voltak erre, úgyhogy volt azért izzadás, azt nem mondom, hogy nem, de nagyon könnyen vették. Vártok-e még a tánccsoportba tagokat? Hál' Istennek folyamatosan bővül a tánccsoport újabb és újabb tagokkal, nem csak Turáról egyébként, hanem máshonnan is szívesen eljönnek ide hozzánk, mert nem csak a szakmai munka miatt, hanem a közösség is vonza az embereket. A közelebbi jövőben szeretnétek-e esetleg egyesületet vagy alapítványt létrehozni, hogy még erőteljesebben tudjátok támogatni az itteni néptáncos munkát? Igazság szerint most van folyamatban az egyesületünknek az alakulása, Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület névvel, idősebb Sára Ferenc, ez fontos. Ő egy neves személyiség volt a városnak a hagyományőrző életében. Régen ő kezdte el itt ezt az egészet, még talán annó a Gyöngyös-Bokréta mozgalommal, de ebben nem vagyok biztos. És ezt szeretnénk egy kicsit eleveníteni. Szabolcs elmondta még azt is, hogy az egyesület célja a néphagyomány értékeinek és az abból kibontakozó modern művészet értékeinek megismertetése, ápolása. A magyar néptánc és népzene hagyományainak megőrzése, nevelés és oktatás gyermekektől kezdve felnőtt korig. Csak a néptáncok szerepelni, vagy esetleg más egyesületeket is bevesztek a csapatba? Szeretnénk bővíteni ezt természetesen. Ungár Balázssal próbálunk közösen együtt dolgozni, és így a népzene is fontos szerephez jutna ebbe az egész egyesületben. Hogyan tapasztaljátok a mai fiatalokban, mennyire él a népi hagyomány és a népzene? Sajnos nem jók a tapasztalatok, nagyon nehéz őket ide becsalogatni tulajdonképpen, és hogyha sikerül, akkor viszont maradnak. De ez nem egy könnyű feladat, és szeretnénk minél több fiatalt ide vonzani az elkövetkezendő pár évben még, ami előttünk áll, és a programokkal. Milyen táncokat tanítotok még?
Jelen pillanatban most Kalotaszegéd táncanyag, ez egy erdélyi tánc. Ezen kívül Felvidékről gömöri táncokat tanultunk a nyáron a táborba, helyi tanárral, aki onnan származott. Még székelyföldi táncokat tanultunk. Ennyi volt igazából most az idei évnek a repertoárja. Az elkövetkezendő időszakban készültök el esetleg fellépésre, rendezvényre, versenyre? Ami egy nagyon fontos mérföldkő lesz az egyesületnek, leendő egyesületnek is az életében, az a február 9-i Batyúsbál lesz, amit egy hát úgynevezett jubileumi műsorral fogunk egybekötni, úgyhogy ez most egy ilyen újdonság lesz Tura életében is, úgyhogy nagyon-nagyon készülünk rá nagy munkálatokkal, úgyhogy ez lesz az első ilyen program. Aztán nyári táborra, fesztiválra is készülünk, már van egy erdélyi meghívásunk Brassóba, úgyhogy van bőven, hál' Istennek, program és szereplési lehetőség. Hogyha valaki gondolkozik most azon, hogy néptáncolni kezdjen, mit tudtok neki javasolni, vagy inkább mit adhat a néptánc egy fiatalnak? A néptáncot, hát nem mindig szeretem, amikor a sporthoz hasonlítják, de tulajdonképpen lehet a sporthoz hasonlítani, mert ugyanaz a kitartás, ugyanaz az elhivatottság kell hozzá, mintha bármilyen más hobbihoz fogna hozzá az ember. Itt nagyon sok sikerélményhez, közösségi élményhez juthat az, aki eljön, és bátran mondhatom, hogy ez a turai tánccsoport nagyon befogadó is, úgyhogy nem kell attól tartani, hogyha valaki idejön, akkor azért, mert nem tudja éppen azt a lépést, vagy nem tud rögtön beállni egy koreográfiába, akkor innen ki lesz nézve, vagy lenézve. Úgyhogy bátran meg lehet próbálni bármilyen korosztálynak és bármilyen tudással rendelkező illetőnek, hogy ide eljöjjön és kipróbálja magát köztünk. Szoktatok-e táncházat tartani, vagy van-e a tervben, hogy fogtok? Hát ez az egyesület, ez pontosan ezért is kerül megalakítás, hogy minden ilyen programot ezen kezdeményezéssel tudjunk. Általában szokott lenni havonta egy táncház a turai egyik szórakozó egységben, végül is Folkocsma néven szokott futni, de szeretnénk kibővíteni. Nyáron fesztiválokat, táncházakat szeretnénk tartani, terv szerint már a Falu Múzeumban, és oda nagyon sok szeretettel várunk majd mindenkit. Minden táncos lábú érdeklődött. A próbák helyszíne még jelenleg Turán, a Bartók Béla Művöldési Ház. Ideje pedig keddenként 19-től 21 óráig, vasárnaponként pedig 18-tól 21 óráig. Ha pedig friss híreket szeretne tudni a tánccsoportról, akkor csatlakozzon a Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület Facebook oldalához. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Önök a Porta magazin 70. adását látták. Javaslataikat, ötleteiket továbbra is várjuk a képen látható elérhetőségeinken. Remélem, jövő héten is velünk tartanak majd. A viszontlátásra!